Sziasztok! Üdvözöllek benneteket ismét a vízpartról. Március eleje lévén ellátogattunk a kaposvéredi horgászparadicsomban. Nem titkolt szándékom, hogy két módszert összehasonlítsak a mostani horgászatom alatt. Az első ugye egy dobós metódmódszer lesz, míg a másik botommal egy nagypontyos etetőhővel behúzós módszert fogok tesztelni, és meg szeretném tudni a két módszer közti különbséget. Tartsatok velünk! Érkezésünk után szembe pont kinéztem egy támpontot, amivel egy 5-6 combot gyorsan ráigyottam, amit pakoláztunk, így egy picit, hogy érjen a vetésem, mire a végszerelékem ugye a helyre fog kerülni. Most megtöltöttem a metódkosaramat, és próbálom bejutatni oda a nádfal elé, vízben abban, hogy az enyhe időnek köszönhetően a pontyok kint táplálkoznak a sekélyebb vízben. Jó lesz szám, élvezem, szeretem forgászni. Valami nem jön. Nagyon jól indul a horgászatunk, forgatásunk. Még a másik botomat nem is sikerült összerakni, hogy látjátok már a pár perce bedobott boton kapás jelentkezett. Ilyen 2-3 kilós pontjai márciusban mindennek örülünk. Egyelőre ugye nem tudom levonni a különbséget a két módszer közt, úgyhogy igyekszem minél hamarabb visszaengedni, felcsalizni, újra dobni és behúzni a másik szerelékemet is. A baloldali botommal ugye be fogom húzni a szerelékemet, hogy láttátok is. Próbáltam keresni egy mélyebb részét a tónak, jó másfél méteres vízbe raktam most le. És kíváncsi leszek a vezetőkosaras metód szerelék, illetve a ból is behúzó szerelék közti különbség, hogy melyik fog több, illetve nagyobb halat adni. Na, ez már jobban lesz. Ugye beúztam a baloldali szerelékemet, ugye ez a húzós botom. Ahogy látjátok, ugye értelemszerűen 3 méteres bottal horgászom a vezetőhajós felszerelésemen. A másik ugye 3... Olyha! Bocsánat, csak közben kontaktot felvettem normálisan a hallal. Tehát a behúzás követően kb. Egy 20 percre felrobbant a baloldali botom. Ugye erre nyilván nagyobb csalit is raktam annak érdekében, hogy szelektáljam, azért vannak kisebb halak is itt, de úgy gondolom, hogy egy jóval nagyobb halal hozott össze a sors, mint a bedobott szerelékemen. Most pattan is a zsinórom egyet, és meg elindult felém. Az előbb érezve a mélységet a tó közepén volt. Látjátok, eddig ez a hal jelenti a különbséget a dobós etetőkosaras metód módszer, illetve a behúzós bólyis módszer közt. Ahogy látjátok, közel kétszer akkor ez a hal, amit sikerült most sikeresen szágba terelnem. Úgyhogy
bizakodó vagyok, de a holnapi napig még sikerül ennél nagyobbat is fogni, de úgy gondolom, hogy ismét a koncentrált behúzós nagyhalas technika jobban fog működni, úgy gondolom. Sups! Következő jelentkező, mi a metód technikának nem tudott ellenállni. Hoppá, nem fáradt még ki. Annyi különbséggel, ugye az első halamra gumikukoricával fogtam, egy kisebb ponty méretében, most ezt lecseréltem egy fehér színű tintahalas waftersre, és egy jóval nagyobb méretű ponty vette fel, úgyhogy maradok ennél, ki fogom cserélni a mostantól a metód szerelékemet is inkább Wafters, illetve Boily csalira. Nagyon nagy erőben vannak az itteni halak, láthatjátok, micsoda szájuk van. Ezek a halak még nagyrészt, sőt szinte egyikük sem volt horgon, úgyhogy nem tudják ezt az érzést még. Ez brutális, szinte felrobban a bort minden kapásnál. Kapások számából látva, jobban működik most a behúzós módszer ebben a frontos időben. Egyelőre ugye dupla a kapásoknak a száma, mert ugye a méret is nem meglepően ugye nagyobb, ha úgy húzzuk be a csalinkat, ez is egy gyönyörű hal. Örülök neki, hogy azért sikerül ilyen mozgalmas pecát összehozni egy márciusban. Hiába egy olyan tóról van, szóval ugye most fogja megnyitni a kapuit. Brutál erősek a halak, tehát valami eszméletlen. Fogalmunk nincsen, mi az, hogy horgó lenni. Szerintem ez lesz az eddigi legnagyobb halam, ahogy az előbb már láttam. Látjátok, brutális erőben vannak. Az volt a célom igazából, hogy kapásig eljutni, vagy egy picit kimozdulni otthonról, meg tényleg ezt a két módszert így összehasonlítani. De valóban mozgalmas horgászatot lehet csinálni a metód kosaras módszerrel, de az igazi, termetesebb, nagyobb testű alakot úgy gondolom ezzel a módszerrel lehet igazán megfogni, amikor nézzük azért radaron, mert 10-20 cm-es törésekről van csak szó, és azért mélyebb pontjaiba behúzzuk a tónak egy kis boldit, mellé szórunk, koncentráltan oda leesik, stb. Ezeket a méretű halakat nem nagyon szoktuk lemérni, de mégis úgy kíváncsi vagyok a súlyára, mert nagyon szép, vastag, egészséges, és amikor ugye sokan akkor jövünk rá, hogy mekkora halat fogunk, amikor merítés után megpróbáljuk ugye a matracba fektetni. Hát én most én is így voltam vele, úgyhogy a kíváncsiság véget, csinálunk egy gyors mérést. Itt minden helynél ki van alakítva egy ilyen mérőállvány helyettesítő kis dolog. Nem kell magunkkal azt se hozni. Tetszik, zározzuk, hogy nehogy kicsusszon. Ja, ennyi számít, amikor 13,90. Na jó, 12,5 kilós hal. Nem gondoltam, hogy ekkora. Úgyhogy már boldog vagyok. Ugye, mint a az imént mondtam, ugye behúzós, koncentrált, etetéses módszernek ugye ez a gyümölcse. Ugye a nagy testű halakat úgy gondolom, hogy ezzel tudjuk nagyobb eséllyel megfogni. Nagyon örülök ennek a 12 kg feletti pontnak, a pontos gram nettó súlyát nem tudjuk, de visszaszámolva a mélegőrt 12 kg felett van, az biztos. Úgyhogy én már most boldog vagyok, hogy március első felében sikerült ezt így horog végre csalnom. Nagyon jó erőben vannak már most a halak, úgyhogy tényleg minden perce örömmel tölt el, hogy végre a vízparton lehetek.
Szia! Ugye most jelenleg a kaposfüredi horgászparadicsomban horgászunk. Ugye mi is ennek az apropója. Az egyik barátom üzemeltetésebe van most már 4 éve, de ugye eddig a horgászok előtt ez még nem állt nyitva ez a tó, és az ő meghívásának teszek én most itt eleget. Ugye amit tudni kell róla nagyvonalakból, ez a Desedával egyidős, sőt még régebbi tóról van szó. Most már 4 éve ő gondoz ezt a tavat, illetve rengeteg pénzt és energiát nem kímélve nyert el a mostani formáját, és az idei évtől ugye foglalás útján bárki ellátogathat erre a tóra. Kíváncsi voltam, ugye olyan halak vannak ebben a vízben, ugye amik már ugye itt éltek, mert előtte egy egyesületi tó volt, mióta ugye az ő tulajdonában van, azóta nem lehetett horgászni, és ugye telepített is bele halat, tehát van egy ősállomány is, de azt tudtuk, hogy ez az igazi állomány ennek a tónak ez a 6-8-10-10 kg feletti pontyokból áll. Most már nekem is sikerült 10 kg felettit fognom, aminek nagyon örülök. Egy igazi kis ékszerdoboz lesz, úgy gondolom, itt Somogy megyében ez a kis tavacska, úgyhogy ha gondoljátok, gyertek és próbáljátok majd az idei évtől ki magatokat. Ezen a tavon jelenleg 5 darab ház áll a rendelkezésetekre. Ugye ezen az 5 házon belül is majd ugye holnapra ellátogatok, meg fogjátok látni, ugye, hogy van jobban, illetve kevésbé felszerelt, de a kevésbé felszerelt házat is úgy képzeljétek el, hogy mindenféle kényelemnek megfelel, tehát nyugodtan családdal is akár el tudtok jönni. Úgyhogy én így márciusban eljöttem egy napra, kipróbálva két módszer közti különbséget is, picit feltöltődni, szép halakat fogni, úgyhogy én már most egy pár órára vagyok itt, de maximálisan elégedett vagyok. Ismét a baloldali behúzós botom működött, fogtam egy szép kis pontyot fele ismét, ami ugye nem a kisebbek közül való, úgyhogy húzom is vissza, de viszont a jobb oldali botomat is be fogom frissíteni, hát ha az a baj, de egyelőre egyértelmű a behúzós technikának a létjogosultsága.
Ugye most a tavaszi horgászataim alatt, hogy én mit is alkalmazok, most belemehetnénk mi itt óriási eszmefuttatásba, ugye, hogy kikönnyített csali, stick mix, bármi. Én tehát ugye a mondadomat elkezdtem, a tavaszi tippek terén. Én mindig azt mondom, hogy itt nem is azon múlik, így az első, vagy nekem ugye már nem az első, de sokatoknak az első horgászat lesz így márciusban, hogy milyen csalival, milyen etetési módszerrel készüljetek, stb. Én mindig azt mondom, hogy így a meglapozva az évet, próbáljátok elvenni egy olyan tóra, ahol akár egy nap alatt is, mert ugye azért még hideg az idő, 3-4 napokat az ember ugye sátorba nem fekszik ki, mondjuk nekünk a szerencsénk, hogy mert faház van, de egy olyan tóra menjetek, ahol van élmény. Tehát most le lehet menni egy vadvízi tóra is, ahol nincsen annyi hal, és akkor megúszod a 4-5 napodat ugye kapás nélkül, az nem annyira tölt fel. Én mindig úgy próbálom így alakítani a tél után az első horgászataimat, olyan tavakra próbálok eljutni, most kockató vagy nem kockató, ahol azért mégis van adrenalin, van eredmény, tudsz előkét tesztelni, csalit tesztelni, bla bla bla. Tehát illetve az észszerűséget figyelembe véve, nyilván nem 30, illetve annál nagyobb csalikkal készülök egy ilyen tavaszi túrára. Látni is fogjátok, ma itt is wafter csalikkal próbálkoztam, illetve attraktív 20 mm-es csalikkal, ugye kikönnyítve minden esetben szinte pop-up-pal, ugye hóemberként, mert ilyenkor azért még csak 9 fokos a víz, tehát érzékenyek a halak még. Úgyhogy, de hogy eredményt tudjunk elérni, az fontosak az attraktív, illetve kikönnyített csalik. Amit már látni is fogjátok, ugye, amit már sokszor elmondtam, meg láttatok tőlem, ezek a pellet mixek, különböző oldódások, ezt nagyon-nagyon szeretik a halak, és ugye nagyon gyorsan reagálnak is rá, gyorsan tudunk kapást elérni. Úgyhogy, de még mindig azt mondom, hogy próbáljátok meg olyan vízre ellátogatni, ahol kapásig egyáltalán el tudtok jutni ebbe a 9-10 fokos vízben. Gyere bele a szűrőbe! Főzzünk, nem? Köszönöm a guadalupai szűznek, hogy adott tüzet. Mert a még az nem rohad, ugye. De közben ugye kapásunk van, ezért a gázt lezárjuk. Köszönöm szépen Kristófnak a sok segítséget. Láthatjátok, jó volt a kapásomnak az elkövetője. De gyors megszabadítom a horogtól, visszaengedem, és folytatjuk a főzést, mert lassan éhen halunk. Egyébként a Method kosárba most már ugye csaliként egyszerűen 20 mm-es bojli került, úgyhogy kezd eldurvulni a helyzet, hogy tudjam szelektálni a szebb halakat. Hát ez sem az átlag alatti, de most egy picit pihentetem a botjémat, és vacsorázunk egy jót. Gondolatot el szeretnék nektek mondani, illetve megosztani, hogy mit is tapasztaltam itt a rövidke egy nap alatt. Ugye, ahogy látjátok, nem egy nagy tóról van szó, de azért itt is a házigazda elmondása szerint azért nyáron is van olyan 2-3 nap, hogy még halat se lehet fogni, ugye, mint mindenhol most már. Ugye a horgászaton célja az volt, hogy az etetőkosaras metódmódszert harcba vigyem a behúzós módszer ellen. Amit el kell mondanom, hogy a mindkét módszernek megvan a sajátossága, illetve hogy mi szól ellene, illetve mellette. Ugye az etetőhajós behúzós módszernél, ami mellette szól, hogy rendkívül pontosan
tudunk horgászni, illetve a radar segítséggel megtalálhatjuk azokat a kis eltéréseket, ahol a halak járnak így kora tavasszal is. A hátránya igazából annyi, hogy valóban azért nagyobb a felszerelés igénye, lassabb, azért behúzni ilyen 80-90 méter ugyanoda mindig megtalálni azt a helyet, ahonnét jött a hal, azért annak van egy kis időigénye, főleg ugye éjszaka, amikor az ember már fáradt, vagy esik, vagy fúj a szél. Ugye a metód módszer mellett szól a gyorsasága, a hatékonysága, tényleg, hogy az ember, ha 20 percenként újra dob, szinte biztos, hogy el fogja húzni egy hal, ami annyira az én horgász stílusomtól messze áll, hogy ez a kisebb halakat jóval nagyobb arányban tudjuk behúzni, mert lehet, hogy majd látni, meg is fogjátok látni, tapasztalni, hogy amikor behúztam a szerelékemet, ritkábban volt kapás, de azok egytől egyig darabosabb halak voltak, míg ha bedobtam a szerelékemet, 20 perc és szinte el is húztak kisméretű gumikukoricát, vagy akár vaftercsalit, úgyhogy én úgy gondolom, természetesen mindkét módszernek van létjogosultsága a nagyponyhorgászatban is. Nem mondtam ezzel úgy, hogy ezt mindenki tudta, csak én most kíváncsi voltam erre egy tavaszi körülmények közt a két módszerre, hogy hogy fognak vizsgázni. Csak úgy, mint az elmúlt években, idén is tartsatok velünk, illetve kommentbe írjátok meg nekem, hogy ti melyik módszert preferáljátok, akár egy halat alá posztolva és mutassátok meg, hogy nektek mi volt a legnagyobb halatok, amit ezen két módszerre sikerült fognatok. Találkozunk legközelebb, sokat nem is kell erre várni, úgyhogy sziasztok!